A Barbie-tól még a Google is megőrül. Botrányos? Őrültség? Kassza siker? Miközben több országban betiltják, más helyeken kasszát robbant. Nézzük meg, hogy milyen lett a nyár egyik legnagyobb hatású filmje. A film kiinduló pontja röviden annyi, hogy kezdetben Barbie éli a tökéletes rózsaszín életét Barbie-landben, minden szuper, azonban egy nap fura gondolatai támadnak, megjelenik rajta a narancsbőr, és még hasonló szörnyűségek történnek vele. Így hát a szőkeség elindul, hogy kiderítse, mi történt, és vele tart Ken is. Az 1959-ben indult Barbie franchise ismerete előny, de egyáltalán nem feltétlen a film megtekintéséhez. Valószínűleg otthonosabban érzik magukat azok, akik el tudják helyezni az olyan neveket, mint Midge, Skipper vagy Ellen. Azonban a produkció enélkül is teljes mértékben befogadható. Érdekes, hogy a vetítéseken általában rengeteg a gyerek, azonban szerintem egyáltalán nem egy gyerekfilmről van szó. Üzenete nehezen befogadható a kisebbek számára. A Ryan Gosling által alakított Ken szerepére sokan utalnak úgy, mint a Ken szuplott. Szerintem ez nem megfelelő kifejezés a helyzet leírására. Az, hogy a Barbie Landben relatív elnyomott férfi a valóságban szembesül a patriarchátus eszméjével, majd azt megpróbálja megvalósítani a Barbie között, egyszerűen zseniális. A Barbie Landi nemek harca a női dominancia tézisével indul. Ken hozza a patriarchátus antitézisét, a szintézist pedig egy kezdetleges egyenlőség jelenti a film végén. Szóval a film gyakorlatilag mindenbe és mindenkibe beleköt egy ponton. Alig van ideológia, amit nem érint. Feminizmus, imsovinizmus, matriarchátus, patriarchátus, fogyasztói társadalom, kapitalizmus. Csak hogy néhányat említsek. Greta Gerwig rendezése görbetükröt tart ezen eszméknek és társadalmunknak is. Természetesen ne várjunk azért hatalmas mélységeket a Barbie-tól. Ha az a kérdés, hogy komolyabb üzenete van-e a filmnek, mint az aktuális Marvel produkcióknak, akkor a válasz egy egyértelmű igen. De azért semmiképp se hasonlítsuk ténylegesen, mondjuk az Oppenheimerhez vagy egyéb komolyabb alkotásokhoz. Bár ezt minden sarkon megteszik jelenleg pusztán azért, mert nagyjából egyszerre került a két film a mozikba. Ezen a ponton emelném ki azt, amiben a film a legerősebb szerintem. Nevezetesen, hogy sikerül neki az, ami iszonyú ritkán szokott. A film szinte minden fogyasztói csoporthoz próbál szólni. Egyszerre próbál meg komoly és szórakoztató lenni. Teszi ezt meglepően sikeresen. Ezen tényezők, és persze a Margot Robbie részvételével levezényelt reklámkampány következtében a siker nem is maradt el. A film túljutott az 1 milliárd dolláros bevételi álomhatáron. Zárójel. Az idén 33 éves színésznő tökéletes választás volt a főszerepre. Miközben közel-keleti országokban a hit és a közelkölcs védelmére hivatkozva tiltják be, a nyugati közönség úgy tűnik nagyon fogékony a finoman csomagolt társadalom kritikára. A film soundtrackje nagyon ott van a szeren. A könnyed dallamok megszólaltatói között olyan nagy neveket találunk, mint Dua Lipa, Nicki Minaj, Ava Max vagy Billie Eilish. Szóval, hogyha mint musicalként tekintünk erre a filmre, még úgyis megállja a helyét egész jól. Szóval akkor tegyük fel újra a kérdést, milyen film lett a Barbie? Én azt mondom, hogy ha nem túl nagy elvárásokkal érkezünk a moziba, akkor igazán kellemes csalódásban lehet részünk. Legyünk nők vagy férfiak, idősek vagy fiatalok, találni fogunk benne olyat, ami tetszik nekünk. És olyat is, ami felbosszant kicsit, de innen látszik, hogy egy egész jó alkotással van dolgunk. Jó magam a filmet az ajánlott kategóriába sorolom. De ez az én véleményem volt, hogyha nem értesz egyet, akkor írd meg hozzászólásban. Ha tetszett a tartalom, akkor pedig iratkozz fel a csatornára, itt, TikTokon, Instagramon és mindenhol. Viszlát a következő videóban. Sziasztok!